A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit és hallgatóit. Ez itt a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsora, amelyben nevetünk, sírunk, reménykedünk, bosszankodunk attól függően, hogy a közelmúltban, mondjuk az elmúlt egy hét alatt milyen események, eredmények történtek a fehérvári sportban, vagy egy kicsit esetleg tágabb kitekintésben, és hát a mai adásban is lesz tulajdonképpen alkalom mindkettőre, mármint kicsit szomorkodva, bosszankodva, meg nagyon is örülve beszélni témáról. És mivel szeretjük, hogyha optimistán indul a műsor, majd ez utóbbival kezdjük. Mai vendégeinkkel, akik hát régi motorosok szerint szerencsére a szakmában is, itt a stúdióban is. Itt van velünk Kajzer Tamás, a sportá.hu szerkesztője. Sziasztok! Mindig elmondom, hogy a műsor egykori ötletgazdája és társ műsorvezetője. Egyszer már visszaülhetnél ide a helyemre, Tomi, és akkor... április 1? Jó, oké. Ő már kinőtt ezt a műsort. Csak megtisztel bennünk. A hangját már hallhatták állandó sztár vendégünknek, Horog Lászlónak is, és természetesen itt van velünk Farkas Szilárd kollégám is a Fehérvár Média Centrumból. Hát, hogyha tényleg optimistán, meg vidáman, meg pozitív eredményeket fejtegetve akarjuk kezdeni ezt a műsort, akkor nem tehetjük mással, mint jégkoronggal, mert hogy ennek a sportágnak a házatáján gyakorlatilag az elmúlt egy hét alatt, tehát az adásunk óta is csupa-csupa jó dolog történt. Egyrészt ugye most már hivatalosan is, hát ha nem is átadták, de gyakorlatilag mindenki számára bejárhatóvá, láthatóvá, érhetővé tették az Alba Arénát, amely nem csak Fehérvár, hanem az egész ország egyik legújabb, legfantasztikusabb sport létesítménye. Nagyon hosszú sorok kígyóztak hétvégén egyébként a nyílt napon, ami részben azért is volt valószínűleg, mert ugye a hivatalos megnyitó eseményre, a norvég válogatott elleni dupla mérkőzésre már meg lehetett venni a jegyeket, és úgy tűnik, hogy gyakorlatilag ezzel teltháznyi szurkoló élt, tehát áprilisban majd akár 2-6 ezer, vagy talán még több néző előtt zajló hoki meccsen nyílhat meg az Alba Aréna, de hát maga a létesítmény is sok nézőt vonzott. És a volá hokisai pedig, akik majd ugye a következő szezontól költöznek be ebbe a csodálatos arénába, egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon emlékezetesen akarnak elbúcsúzni a régitől, hiszen az alapszakasz utolsó mérkőzésén az osztrák ligában 9-1-re kiütötték a Grácot, ezzel pedig bebiztosították második helyüket az alapszakaszban, ami automatikusan bajnokok ligája indulást ér. Tehát azt is tudjuk már, hogy BL meccseket is láthatunk majd az Alba Arénában ősszel. Gondolom, hogy senkit nem ért azért meglepetésként, hogy ez ilyen jó sikerült az utolsó forduló részben, mert a volán egész szezonjából következett részben, mert a Grác azért tök utolsóként félig meddig ifistákkal felállva hát nem is nagyon fejtett ki ellenállást, de hát ez így méltó lezárás volt, és hát csak néhány adat, ami egyébként mind rekord, a 48 alapszakasz mérkőzésből 33-at megnyert a volán, a 15 vereségből is egyébként 6 alkalommal pontot szerzett, hosszabbításban kapott ki, tehát összesen 9 olyan mérkőzése volt ennek az egészen maratoni alapszakasznak, amelyen nem szerzett pontot a Hidrofehérvár AV19. Sok hallod egy kicsit, ugye? Jövőre legyen csak 6. Igen, és nyilván ezek közt is volt olyan, amely alakulhatott volna akár másképp is, tehát egészen brutálisan felül teljesítette szerintem a szurkolói elvárásokat a csapat. Ez a 95 pont nyilván alapszakasz rekord, a megszerzett győzelem pontmennyiség, a második legtöbb gólt ütötte a volán egyébként a alapszakaszt mondhatni nagyon magabiztosan megnyerő Klagenfurt mögött. És majd mindjárt beszélünk arról, hogy akkor hogyan tovább is miben reménykedjünk, de egy kicsit akkor tényleg vonjunk mérleget. Nem hiszem, hogyha itt tavaly szeptemberben bedobtuk volna, mint hogy nyilván be is dobtuk, hogy mire számíthatunk a Fehérvártól egy váratlan edzőváltással színesített nyár után, akkor ezt a szereplést bárki várta volna. Az egyetlen érdekesség ugye, hogy miközben minden rekordot megdöntött a csapat az alapszakaszban, nagyon komoly erőfeszítés kell még ahhoz, hogy a végén a legjobb eredményét beállítsa, hiszen azért ez a volán játszott döntőt is 2 évvel ezelőtt a Salzburg ellen. Szerintem a legfontosabb ebben az, hogy mindez magyar edzővel.
Tehát, hogy egy olyan sportágról beszélünk, amelyik ugye vállaltan évtizedeken keresztül építkezett, és egyébként jól építkezett, mert olyan szakembereket hozott ide, akik hozzátettek a hokihoz, sőt gyakorlatilag sok helyen letették az alapjait, tehát támaszkodott az importra. Itt jött egy ilyen szituáció a nyáron, nyilván ugye ez egy előkészített folyamat volt kis Dávid esetében, de hogy ezeket a dolgokat magyar edzővel csinálta meg a csapat. Magyar edzővel jutott be egy magyar csapat egy sportágnak a bajnokok ligájába. Azért ez sem mindennapi, mert például ugye a Ferencváros női kézilabda csapata Ele Gáborral rendre ott játszott, de ugye ott az is ugye gyakorlatilag alanyi jogon volt a magyar bajnokságból, de hogy egyébként nagyon sok felé nem találsz magyar edzőt, most jó idén a Debrecen női kézi csapata szintén, de ugye szabadkártyával. Hát és ez ráadásul nem is csak magyar viszonylatban jelentős dolog, hiszen ha ezt a osztrák, magyar, olasz, szlovén, volt, hogy szlovák, volt, hogy cseh nemzetközi ligát nézzük, az említett nemzeteknek sem nagyon van edzője, hiszen az osztrák csapatok is rendre kanadai, amerikai, finn, svéd edzőkkel dolgoznak, tehát se osztrák, se szlovén, se olasz, se cseh mestert nem nagyon találunk, ezek a nagy hoki nemzetek Európában. Viszont az nálunk azért volt cseh edző. Volt régen, igen. Csak a sikereket mondom, tehát hogy igazából azok a csapatok, amelyek nyernek ebben az osztrák ligában, vagy erősek, szintén rendre tengeren túli mesterekkel dolgoznak. Hát ehhez képest jött kis Dávid, mondhatjuk, hogy 0 kilométeres vezetőedzőként, és hát megcsinálta ezt a fantasztikus menetelést a csapattal. Tomi nem mondott hülyeséget, amikor sokalta a vereségek számát. Azt azért mondta, ezt a dicséretet, ezt majd... Jövőre legyen hat, és csak azért mondom, mert ugye itt az értékelésekből Dudu hosszabb nyilatkozatát ugye lehetett olvasni bizonyos platformokon, és ott azt mondta, hogy az alapszakaszt is etapokra bontotta, mondjuk így mondjuk 10 mérkőzésekre. És azt mondta, hogy ha a srácokkal megbeszélték, hogy mondjuk egy 10 mérkőzéses etapból meg kell nyerni hetet, az általában sikerült is. Erre mondom azt, hogy lehet az jövőre, hogy csak 6-szor kapunk ki, mert ha ezt meg sikerült csinálni kicsibe, akkor majd nagyba is talán sikerül megcsinálni. Nagyon fontos még ebből az interjúból szerintem azt kiemelni, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy a következő meccsre koncentrálunk, és az mekkora közhely. Na most itt nem volt az, mert itt tényleg, hogyha etapokra bontjuk ezt az egészet, és a következő meccsre koncentrálunk abból az etapból, akkor igenis minden meccs számít, és egy kicsit más megvilágításba kerül abból a szempontból, hogy lehet látni a végét. Tehát nem az van, hogy csak mondok valamit 40 mérkőzés, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, és akkor mindenki vakarja a fejét, hogy hát, ja, hát el se látunk odáig, de azért mondjuk a harmadokra bontjuk, vagy negyedekre az egész szezont, akkor azért belátni ezt az egészet. Azért lehet, hogy közhely, de azért általában szerintem a következő meccsre koncentrálnak a csapatok. Azt akarja mondani, hogy te sem mondtál hülyeséget. Visszakaptad a dicséretet. És még hozzátennéhetjük azt is ehhez a magyar külföldi gondolatmenethez, hogy a játékos állomány tekintve is jó, egyébként most évek óta megfigyelhető, hogy ez a tendencia már a döntőbe is úgy jutott be, hogy Hárit Bartalist hazahozták, akkor még Erdély család, mint fehérvári ikonit volt, tehát hogy törekedett rá az utóbbi években a Volán, hogy a magyar hoki legjobbjai itt játszanak. Most pedig ez olyannyira így van, hogy fiatalok is letették a névjegyüket, Horváth Dominik nevét megtanulta a liga, mondhatnánk Mihály Ákos, tehát hogy olyan játékosok vannak, akik akár Volán nevelésként, akár a magyar hoki neveléseként legalább akkora szerepet játszanak, mint a légiós választás. Itt nagyon fontos az edzői szerepkör, hiszen Dudu Kis Dávid gyakorlatilag túl azon, hogy remek szakember, emberségből is mindig jelesre vizsgázik, illetőleg nagyon tudja kezelni ezeket az embereket. És a légiós választás is az nagyon jól sikerült. Itt évekkel lettek, Szélig Vitkor megjött Franciaországból, 10 évet töltött, azt a ligát ismerte, a Lig Magnust. Az Ebelhez idő kellett, és most már nem nagyon nyúl mellé légiósnak. Ez döntő faktor, itt a Volán erejére jellemző, hogy 2 éve döntőt játszott a Salzburggal, tavaly annyival lett erősebb a liga, hogy ez már csak negyed döntő volt, ahol nem nyertünk meccset, és most én roppant optimistán várom ezt a folytatást, aztán majd kiderül, hogy kit fognak választani, tulajdonképpen amikor ma az adás kezdődik, akkor megy le a pre-playoffnak a második meccse, szerintem ebből a két párharcból lesz olyan, ami 3 meccsen fog eldőlni, és akkor szerintem az csütörtök, illetve pénteken lesz majd a választás, vagy csütörtökön késő este, de kíváncsi vagyok, hogy kit vesz ki a Volán, illetőleg hát ki marad a Volánnak, mert a Kac nyilvánvalóan egy észszerű osztrákot fog választani.
aztán hát egyelőre nagyon sok ismeretlenes ez az egyenlet, de az biztos, hogy elképesztően jól áll a Volán most ilyen szempontból. Nagyon fontos az is, hogy ugye kiderült az interjúból, hogy kimondva is a játékosok véleményét is kikérik abban esetleg, hogy melyik csapatot válasszák, tehát nem csak a vezetők, esetleg vezetőedző fogja eldönteni, hogy melyik csapatot válasszák majd, hanem összeülnek, és a játékosok véleményét is kikérik, ugye, hogy le is írták azt is, hogy összeültek a megünnepelni bizonyos győzelmeket Fehérváron közös vacsorával, de hogyha nem pozitív lett volna a mérleg, vagy pedig negatív lett volna esetleg egy-egy mérkőzés kimenetele, akkor is összeülnek, hogy megbeszéljék, kibeszéljék a hibákat. Tehát nagyon fontos, hogy folyamatos az építkezés, ebből is látszik. Ja, nagyon izgalmas kérdés lesz az az ellenfél választás, és majd mindjárt rá is térünk, mert tényleg hál' Istennek azért van kiből választani, és egyik sem ígérkezik lehetetlen feladatnak. Egy gondolat erejéig még visszatérve az arénához, ugye most nincs itt a klubtól illetékes, meg a várostól sem, de annak idején ugye, amikor már lehetett látni, hogy tényleg megvan az aréna, akkor volt itt Cserpakovics András polgármester úr is, volt itt a vendégünk ugye Gál Péter a klub elnöke is, és hát nem tagadták, hogy azért felmerült az a kérdés, hogy egy nagyon-nagyon jól sikerült, és minden szurkoló számára reményeikben még fényesebbnek ígérkező folytatás előtt nem fogja a csapat bemenni már akár ebben a szezonban 6000 néző előtt mondjuk playoffot, vagy adj Isten döntőt játszani. Ez gyakorlatilag infrastruktúrát tekintve most akár meg is valósítható lenne, hiszen a csarnok készen áll a mérkőzésekre. Szerintetek felmerül-e ez bármilyen szinte jelen pillanatban? Nyilván most még nem, vasárnap ugye hazai pályán lesz a negyeddöntő első meccse, az egészen biztos a régi csarnokban, de hogyha ezt a negyeddöntőt sikerrel veszi a Volán, és arra gondolsz, hogy lesz még minimum három, nem is tudom hány hazai meccs, akkor ugye egy elődöntővel, talán döntővel, hát azért mint szurkolóban bennem felmerül, hogy nem lenne jó ott játszani. Hát biztos, hogy fölmerül egyébként, hogy ha döntőbe jut a Volán, akkor ott játszon. Én abban bízom, hogy ebbe egyébként kikérik majd a szakmai stáb véleményét. Én megkérdeztem egyébként hétvégén Kis Dávidtól, hogy ő szíve szerint hogy döntene, és szakmailag, és nyilván azt mondta, hogy szíve szerint, ha döntőbe jut a csapat, akkor, vagy már most a playoffot bent játszaná az új csarnokban, de szakmailag nem. Hiszen azért azt pontosan tudjuk, hogy a jégkorong is egy olyan sportág, ahol nem mindegy a hazai pálya, és nem mindegy az idegenbeli jég, hiszen te, amikor korcsolyázol, perifériádból látod, hogy éppen hol tart, azt tudod, hogy te honnét szeretsz lőni, hogy hol van esetleg a falon olyan pont, ahonnét máshogy pattan a korong, az egész atmoszféra olyan, hogy az a tied. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, mert nyilván, hogyha bejut a Volán a döntőbe, és mondjuk beviszed a döntőt az arénába, és nyersz, akkor tök jó, mert biztos, hogy meg tudod tölteni, mert tudjuk két évvel ezelőtt is, hogy többszörös volt a túljelentkezés, nagyon messziről is jöttek volna, nagyon-nagyon sokan, és hogyha tehát megnyered, szuper, sok néző, sok bevétel, de ha bemész és buksz, akkor biztos, hogy ott marad mindenkiben, hogy mi van akkor, ha nem engedjük be úgymond a divat szurkolókat, és játszunk az igazi ördögkatlanban, a saját törzs szurkolóink előtt, és akkor mi lett volna, ha? És ezt szerintem nagyon nehéz lenne földolgozni, hogyha ez így történne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem fölmerül, hogy bevigyék a csapatot már idén, de azt gondolom, hogy Kis Dávidnak igaza van, hogy szakmailag viszont ez semmi nem indokolja. Április 19-én, ha Volán döntőzne, a hetedik meccset akkor rendezik az osztrák bajnokságban. Tehát itt még vannak nyitott kérdések ilyen tekintetben. Én úgy gondolom, hogy nem életszerű bemenni. Egyrészt a válogatott fog ott öltözni, akkor pakolás, beköltözik egy csapat. Mert hogy ez az a dátum, ahol hivatalosan megnyitják. Ugye, így van, április 19-én a döntő igen. Utolsó meccse, amennyiben 7 meccses, tehát előre szaladtunk, de amennyiben osztrák döntő, valaki nem oldja meg 6 meccs alatt, hanem 7-en, akkor április 19-én van a mindent eldöntő. Tehát itt még ilyen kérdéseket is felvet ez a lehetséges helyszín. Megmondom, nem olyan egyszerű. Tehát a válogatott megy be abba az öltözőbe, ők kicuccolnak, tehát ott a nagyon nagy logisztika. Meg van egy megszokott kis élettér, valóban a közönség szempontjából jobb lenne, de ott mondom, minden más egy új csarnokban, kvázi ugyanúgy idegen pálya lenne. Aztán a bérletesek. Az a bérlet jó-e ide? A Skybox tulajdonosok. Itt van 5 box, megvették, ott van 10-valahány box, akkor kimegy át. Itt 5-en férnek be, ott 12-en, kinek fizetik. Tehát itt nagyon sok olyan nyitott dolog van, amiről nem is gondolunk, csak itt az sokkal egyszerűbb tényleg augusztus végén elkezdeni egy szezont, beköltözni és ott maradni.
Ha pozitív a dolog egyébként, akkor ugye lehet az a forgatókönyv, amit Tomi is mondott, hogy mindent megnyerünk és nyerünk a végén az új csarnokba. De ha negatív, akkor szerintem azt inkább el kell kerülni, ugye most 50-50%, de el kell kerülni azt, hogy egy kicsit is mumussá tegyük az új arénát az új szezon előtt, inkább majd az új szezonban lakják be a srácok, és lakják be a szurkolók, és ne legyen semmi negatív emlék arról, hogy igen, játszottunk itt, és igen, nem sikerült. Tehát ezt zárjuk ki, induljunk tiszta lappal, én azt mondom. Hát az biztos, hogy ugye érzelmi kérdésekben, vagy szokták mondani, hogy ott, ahol sok nagy tétről, adott esetben sok pénzről, dicsőségről van szó, reális vagy józan döntést kell hozni, de valószínűleg itt az érzelmeket nem lehet kizárni, már csak azért sem, mert az érzelmekhez az is hozzátartozik, hogy ez a jelenlegi hazai pályája a Volánnak a legrettegettebb oroszlán barlang a ligában. Itt minden ellenfél elmondja, hogy itt nagyon rossz játszani ellenfélként, egészen más a hangulat, mint bármelyik osztrák csarnokban. És ezt a pálya előnyt, ezt a kvázi érzelmi előnyt nyilván nem lenne jó feladni. Még akkor sem, ha amúgy nyilván 6000 ember nagyobb hangorkánnal tud ordítani, mint három. De valóban egyébként a Volán nagyon... Ordít-e 6000 ember? Hát ugye? Igen. Ez egy jó kérdés. Ordít fájdalmában, de nem. Elindult már az a kommunikáció is, olvastam, hogy hol lesznek majd az új csarnokban az igazi szurkolók helyei kvázi, tehát most ezt tudjuk, hogy majd ez megint vitákat fog generálni. Igen, igazi szurkolók vannak, a szurkolók meg vannak a nézők. Igen. Tehát ugye szerintem múlt héten a Fradi LKL meccsén is lehetett látni, hogy hol ültek a szurkolók és hova ültek be a nézők. Így van. Hát minden esetre el kell jutni, ugye, vagy el kellene jutni odáig, hogy tényleg akár a döntő kapcsán ez felmerüljön. Egy táblán meg tudjuk mutatni azt, hogy a jelenleg választható ellenfelekkel szemben az alapszakaszban milyen a mérlege a Fehérvárnak. Ugye most úgy néz ki a dolog, hogy az Innsbruck a Vorarlberggel, a Pusztertáv pedig a Ljubljanával játszik a bekerülésért. Ebben a párharcban jelenleg a Vorarlberg és a Pusztertáv vezet. Ez a négy csapat jöhet tehát alulról, közülük kettő, és ott van még a Villak, valamint a Linz, amelyek már bent vannak, és a Volán szintén választhatja őket. Nem akarok végigmenni az egészen, ami érdekesség mindenképpen, hogy a hat csapatból öt ellen pozitív a mérlege a Volánnak, tehát háromszor megverte a minimum a Pusztertát, a Vorarlberget, az Innsbruckot és a Ljubljanát is, valamint a Villakot is. Egyedül a Linz az, amelyik két győzelem mellett. Akkor legyen a Linz! A Linz? Mutassuk meg! Így van! Viszont Laci mondta, hogy a Klagenfurt valószínűleg osztrák csapatot fog választani, ők az egyetlenek, akik előttünk választanak, és az az érdekesség van, hogy a Klagenfurtnak pedig kizárólag a Linz ellen 4-0-ás, tehát 100%-os a mérlege, úgyhogy még azt sem elképzelhetett le, hogy ők az alapszakaszra alapozva mondjuk kikérik maguknak a Linzet, és akkor a Volánnak csupa olyan csapat marad, amely ellen egyébként nagyon jó emlékei lehetnek a játékosoknak. Szilárd mondta is, és nagyon jó dolog, hogy a játékosok véleményét is kikérik, hiszen ők tényleg a saját bőrükön érezték nyilván ezeken a meccseken, hogy ki ellen könnyebb, ki ellen nehezebb. Bár hozzá kell tenni, hogy a playoff az mindig egy külön műfaj. De hogyha fölteszem a kérdést, így ti kit választanátok? A hetediket. De tényleg, tehát hogy vagy a létező a legalacsonyabban rangsorolt csapatot. Méghozzá azért, mert ha följebb választasz, akkor megint lehet egy ilyen ciki, hogy na, ülj egy gyerek, ott volt a nyolcadik, miért nem azt választottad, vagy a hetedik, miért választottad be a negyedik? Választottad a nyolcadikat is, ha a Klagenfurt nem viszi el. De ez nyilván, ez az egyik része, de nyilván a játékosok, meg a szakmai stáb az pontosan tudja, hogy mondjuk melyik az a csapat, amelyiket 7 mérkőzés, tehát legrosszabb esetben 7 mérkőzésen legalább 4-szer le tud győzni a csapat. Na, Szélke, milyen emlékeid vannak az alapszakasz meccsekről? Ki győzött le legkönnyebben a Volán? Ha az én gondolataimat veszem alapul, én szerintem a Pusztertát fogják kivenni. Egyrészt nem annyira erős csapat, alsó régió. A közlekedés, át kell vágni a hegyen, az nem annyira egyszerű, de én úgy gondolom, tehát a Klagenfurt szerintem kivette volna a Villakot, de a Linz ellen jobb a mérlege. Tehát vagy, innentől kezdve én úgy gondolom a közlekedési nehézségek ellenére, én Pusztertált választanám, és szerintem ők is ezt fogják választani. De ez nagyon érdekes egyébként, hogy a Klagenfurt, amely tényleg mondhatjuk, hogy ha nem is torony magasan, de rendkívül magabiztosan, és a szezon messze legjobb csapataként megnyerte az alapszakaszt, de azok ellen a csapatok ellen, akik most még küzdenek a playoffért, tehát lejjebb végeztek, gyakorlatilag egyedül a Vorarlberggel van pozitív mérlege. Tehát ő megszenvedett a Pusztertárral, az Innsbruckkal, a Ljubljanával is, miközben a Villakot is a Linzet viszonylag simán elintézgette, tehát ebből kiindulva valóban lehet, hogy ők kiveszik valamelyik osztrák ellenfelet, amelyik már ott van egyébként a rájátszásban. Nyilván meg kell vizsgálni, hogy az, amikor éppen mondjuk nem ment valamelyik alsóházi csapat ellen, az mondjuk
a bajnokság mely szakaszában volt, vagy olyan szakasza volt esetleg, ahol mondjuk több hiányzója volt az adott csapatnak, tehát hogy ilyeneket is alapvetően meg kell nézni, hogy lehet, hogy egyébként az a két mérkőzés, amikor mondjuk te nyertél, akkor, és mondjuk simán, akkor teljes csapattal tudtál fölállni, és az a kettő, amikor meg nem nyertél, akkor meg nem tudtál teljes csapattal fölállni, és azért alapvetően ez sem mindegy. Egyébként lehet azt is most teljesen leegyszerűsítve, talán egy kicsit laikusként is, de készfeltétel, srácok, melyik jégen szerettetek, vagy ebben a szezonban melyik jégen szerettetek, melyik csapat ellen a legjobban játszani, készfeltartás, és akkor abban is lehet... Hol a leggyengébb az ellenfél szurkolótábora? Nem azt mondom én, hogy ugye nyilván így fogják eldönteni, de ez is egy szempont lehet. Lehetett, persze ilyen pletykák vannak, biztos ti is hallottatok, én csak tőletek, hogy kiket favorizálnak. Te mondtad az Innsbruckot, Tavi, hogy... Én az Innsbruckra szavaznék egyébként. Tehát, hogy őket fogják választani. Na, hát meglátjuk. Hát, amennyiben az Innsbruck megy be. És az Innsbruck egyébként elvesztette a pályaelőnyét az első meccsen a Vorarlberg ellen, tehát még az is lehet, hogy mai így adásunk után ők ki is potyannak, de hát ezek már tényleg feltételezések. Akkor jó volt a tippem. Igen. És a következő adásunkban már majd nem csak arról tudunk beszélni, hogy kit választott a Volán, hanem arról is, hogy sikerült az első mérkőzés, hiszen ugye vasárnap hazai pályán kezdi meg a negyed döntőt a Fehérvár. Úgyhogy sokat fogunk még róluk beszélgetni. Most pedig akkor váltsunk sportágat, és a elején említett egyszer fent, egyszer lent jegyében most beszéljünk egy kicsit a Vidiről. Már az utóbbi hetekben hozzászoktuk, hogy tényleg a Fehérvár FC-t nagy boldogságok, vidámságok között elemezzük, hiszen fantasztikusan jól menetelt egy ideig a csapat, vagy egy ideje, és nem gondolom, hogy ennek most még feltétlenül vége van. De hát azért szerintem senki által nem várt csúnya vereség lett ez Diósgyőrben, olyan körülmények között, amelyek között egyébként ősszel többször nyertünk meccset, hiszen előfordult itt Fehérváron, hogy nagyon hamar emberhátrányba került egy csapat ellenünk, emlékeim szerint talán épp a Diósgyőr is, vagy az MTK-ból ugye két játékost állítottak ki, és akkor mindig mondták... Diósgyőr is 9-szel fejezte meg. Igen, és akkor mindig mondták, hogy jó, hát így könnyű. Hát most a Diósgyőrnek volt könnyű, mert nagyon hamar emberhátrányba került a Vidi. Ezzel együtt nekem, hát addig, amíg nem történt meg ez a kiállítás mindenképpen, de még utána is egy ideig az volt az érzésem, hogy azért annyival erősebb a Fehérvár, hogy még akár így is szerezhet pontot. Na jó, csak de hát a vége az lesz, hogy tényleg egy nagyon taktikusan szépen lehozta ezt az emberelőnyt a Diósgyőr, aztán amikor már nem osztott, nem szorzott, akkor rúgott még kettőt. Hát csak pont ugye Csongait állították ki, aki tavasszal egyértelműen kulcs figurájává lépett elő ennek a Fehérvárnak, és elmondom őszintén, tehát hogy oké, lehetett adni piros lapot, ebben szerintem nincs vita, de ez a tipikus esete volt, azt hiszem, hogy azon az ominózus talán Liverpool-Tottenham mérkőzésen volt az, hogy elsőre a játékvezető tovább engedte, aztán kihívták, és ahányszor megnézted a VAR felvételeit, mindig egyre durvábbnak és durvábbnak érezted a szabálytalanságot. Már a recsegés bejátszák alá egy idő után. És például Gary Neville mondta azt, hogy ez a rossz a VAR-ban, hogy tényleg, ha innét, onnét, amonnét megnézed, többször látod, jaj, és itt szerintem az volt egyébként a szituáció Csongvai esetében, hogy egyébként szerintem ugyanez volt, hogy ahány, tehát megmutatták háromszor, harmadikra olyan volt tényleg, hogy két piros napot adtál volna a legszívesebben, de elsőre, amikor láttad az esetet, akkor azt mondtad, hogy akkor az a kérdés, valami. Hogy ez a jó a VAR-ban, vagy ez a rossz, mert ha úgy nézem, hogy a játékvezető óra előtt történt, nem igaz, hogy nem vette észre, mert lefújta azért a szabálytalanságot, de nem ítélte ilyen súlyosnak, akkor jó, ha tényleg ez annyira veszélyes volt, akkor helyesbítsen a VAR, és járjon érte piros lap. Másik oldalról nézve viszont azt mondom, hogyha a játékvezető és maga egyébként a sértett játékos sem érezte úgy, hogy ez annyira súlyos, akkor meg nem tudom, hogy jó-e, hogy egy videófelvétel alapján. Én nem láttam olyan felvételt, ahol 11-en körbevették volna a mérkőzés játékvezetőjét a piros mezesek. Tehát, hogy ugye itt gyakorlatilag az volt, hogy legalábbis azt éreztem, hogy ki akarta zárni tulajdonképpen a labda elől az ellenfelé Csongva, és ez egy szerencsétlen belépő. Mondom, lehet, tehát VAR alapján lehetett pirosat adni, ha nincs VAR, akkor szerintem marad a pályán Csongvai. Ott voltam a meccsen kalandvágyból, és rendkívül jó érzéseim voltak előzőleg, hogy itt fogunk nyerni, és minden arra utalt, domináltunk, jól játszottunk, helyzeteink voltak, és viszonylag közel volt hozzám a szituáció, azt látszott, hogy fölé tartott a labdának. Tehát ott mindenki azt mondta abban a pillanatban, hogy kivitték a bírót, akkor tudtuk, hogy piros, de akkor még mindig nem voltak rossz érzéseim. Tehát 10 emberrel is, és az edző nyerni akar, Gelák, tehát úgy
támadókat, hármas csere, és aztán elfogytunk a 60. perc környékén, de még 10 emberen is olyan érzésem volt, hogy meg tudjuk nyerni. És vannak meccsek, amikor tényleg semmi nem sikerül. Ez volt például a Paksot gyakran citálom, hogy Kemenes elképesztő meccseket nyert kupában, hozott pontokat a bajnokságban, és volt egy olyan meccs a Paksnak, az Éti ellen, amit... A Szappanos, ne... a Kemenes már szakértő, a Szappanos. Szappanos, Péter. És gyakorlatilag nem kaphatott ki azon a meccsen a Paks, tehát a reálisan 5-2-re kellett volna nyerni, ezzel szemben kikapott 4-3-ra, mert Szappanos tényleg két nagyon nagy hiba, először a buckatréfát, meg utána megzavarodott, de az biztos, hogy vannak olyan meccsek, és a Paks is nyert olyan meccseket, mint hogy a hétvégén is nyert úgy, hogy óriási mázdival, mi az ősz végén a Vidivel nyertünk olyan meccseket, a játékban nem feltétlenül volt benne, hogy minden meccset megnyerünk, két hónapon keresztül egy döntetlen mellett. Ezt a mostani Diós Győrt is úgy éreztem, hogy az életek kicsit most visszavesz abból, hogy folyamatosan jött minden. Az Zalaegerszegen kikaptunk nem jó játékkal, utána azért nyertünk nem mindig jó játékkal, és itt mondom, itt ez a csapat szerintem jól játszott, és teljesen rendben van, de a végére gyakorlatilag itt a Szabó Levi nagyon akart bizonyítani, és sikerült is neki. Kicsit furcsálódtam, hogy kölcsönjátékos, és kiment ünnepelni a drukkerek közé. Jó, ez szóvá tették, de nem volt egy olyan nagy ünneplés. Nem nagy. Így most csak arra akarok visszakötni, mondtad, hogy nyerni akart a Zselák, és ugye volt a hármas csere. Most ugye a hármas csere hogy nézett ki? Hogy lerántotta a pályáról a Sönt, a Sigért, meg a Stefanellit. Ennek a három játékosnak volt a legjobb mutatója addig a pályán. Azért ez egy nagyon érdekes dolog. Nem tudja az esbetűket, lehet kiejteni, zavart, hogy sokkal. hogy itt elengedte a meccset, vagy miért gondolta azt, hogy tényleg lehozott Sönt, ugye Sönt nagyon dühös is volt, ezt egyébként szerintem ott abban a szituációban meg lehetett érteni, főleg aki ismeri Sönt, hogy ő milyen típusú játékos, de lerántod azt a három játékot, nyilván nem feltétlenül tudod azt, hogy most ott éppen ők nekik van a legjobb mutató, vagy mit látott Zselák, vagy mit akar, de ez a számon nagyon érdekes volt. Akkor én úgy gondolom, hogy edző a mutatókkal nem foglalkozik, nem statisztikázik, hanem van egy érzése, és úgy gondolja, hogy megyünk előre, próbáljuk feltolni a támadó szekciót, nem jött be, tehát de elfáradtunk. Tehát ezen a szinten annyival nem rosszabb az a Diós Győr, hogy egy ember hátrány, sőt benne volt, hogy kettővel kevesebben fejezzük be a meccset, tehát én úgy gondolom, hogy ott elfogytunk. Kit hoztál volna még le? A bírót. A bírót. Sok érdekes vonatkozása van, amit említettetek is részben. Egyébként nagyon tanulságos megnézni manapság, amikor a kispadokat mutatják, hogy gyakorlatilag komplett elemző stáb ül már az edző mögött, egy monitort figyelve, nem is a pályát nézve, ez csak ahhoz, amit mondtál, hogy én bizony azt gondolom, hogy van, aki tudja ezeket a mutatókat, ott abszolút élőben, real time-ban, hogy ki hogy játszott és mit tett bele addig. Az más kérdés, hogy egy edzőnek ettől még lehet intuíciója, ugye Bognár Gyurira szoktad mondani, hogy a nagy erénye, hogy bele tud nyúlni a meccsbe. Ha Mártai Balázs itt lenne, akkor kifejteni, hogy Zselák nem tud belenyúlni. De már tud, már nem annyira. De most rossz. Megint nem annyira tud belenyúlni. Minden esetre az tény, hogy nem feltétlenül nyer egy emberelőnyben játszó csapat, de azért mondjuk 60-70 percen át emberelőnyben játszani az nagyon komoly előny. Mennyire érzitek azt, akár ennek a messe kapcsán, hogy valóban elégséges a Vidi kerete? Mert amikor hármat cserél egy edző, azzal önmagában nincs baj, még azzal se, hogyha azt hozza le, akit amúgy mi jónak látunk. A kérdés az, hogy milyen minőséget tud pályára küldeni, mert ha már Szabó Levi szóba került, akit itt most nem marasztaltak ezek szerint, kölcsönadták, most hagyjuk, hogy pont ő lőtt két gólt, de például a csatár pozícióban, ugye már a Debrecen ellen egy újra rugatott 11-essel azért némi szerencsével jött össze az a győzelem, tehát hogy megvan-e például a Vidi most ahhoz, hogy egy ilyen szituációban egy veszélyes emberrel tudjon frissíteni. Most egy kicsit távolabbról indulnék, mert már az elején szóhoz akartam jutni, és hát most sikerült, csak bocsánat, igen, Manchester United statisztikákat nézek, és bocsánatot csalok. Tíleskedik ide. És igen, a Diós Győr előtti... Majd vágjuk az anyagot, jó? A Diós Győr előtti mérkőzést figyelembe véve az előtti 10 mérkőzésből, tehát az első a Fehérvár, a második a Paks, és a harmadik a Ferencváros olyan mutatókkal, hogy ugye 20 rúgott gólunk van, a Paksnak 16, a Fradinak 19, 9 kapott gólunk van, a Paksnak 13, a Fradinak 10, és 25 pontot szereztünk az előző 10 meccsen, míg a Paks 19-et, a Fradi 17-et. Tehát egyszer elfogyhatunk, de most olyan tényleg elfogytunk. Tehát most gyakorlatilag fogytunk el az ember hátrányos szituáció miatt. Viszont ez is azt mutatja, hogy az a rendszer, amit Zselák képvisel, az a rendszer, amiben játszottja a játékosokat, és amit ők tudnak játszani, az működik. Hiszen kiesett egy darab, és borult a rendszer. Tehát az azt mutatja, hogyha megfordítjuk, hogy a rendszer igenis működik.
Hát igen, ez a kérdés, hogy ha kiesik egy darab, kiesett sok okból is. Ugye Kodró távozása után felmerült, hogy góllövő csatára hogy fogunk állni. Én azt gondoltam egyébként, hogy Szabó Levente lesz az, aki megkapja a bizalmat. Nem ismerjük a belső történéseket, valamiért ő nem. Hozták Radisárt, aki rögtön góllal nyitott, ezen a mérkőzésen viszont nem tudott igazából helyzetbe se kerülni. Tehát azért mondom, hogy itt merül fel, hogyha egy csapat egy rendszert játszik, aminek az a lényege, hogy mondjuk érkezzen egy csatár, és érkezik rendszeresen. De már a Debrecen ellen láttuk, hogy nem volt center, és a két kicsi támadóval azért nem volt ez ugyanolyan veszélyességű játék. Tehát, hogy valóban egy rendszer működik, csak hogy van-e egy másik rendszer adott esetben, amire át lehet állni. Szerintem egyelőre nincs, ugyanis egy rendszerről állt át egy másikra. Egy olyan rendszerről állt át Zselák ugye ott az SMTK elleni kiesés után, ami nem működött, ugye ez a négy védős felállás, és ugye ezt a három vagy öt védős rendszert alkalmazza, ami pedig alapvetően működik. Most az, hogy Diós Győrben kikapsz, emberhátrányban, emberhátrány utáni azonnali öngóllal, hát ez benne van. Tehát ez szívás. Ez a szívás kategória. Igen, ez nyilván nem a rendszer kritikája. Ennél sokkal rosszabb szerintem, hogy a következő mérkőzésen, vagy sokkal nehezebb, hogy ki pótolja majd, ki tudja pótolni, mit tudom, 80%-ban legalább Csongvait. A Diós Győri meccs engem abban megerősített, hogy ez a csapat szerintem dobogós lesz. Tehát mondtam korábban is, a Paks Fradi szerintem mezőny előtt, de ez a csapat a Puskásnál és a Debrecennél szerintem jobb futballt játszik, és szerintem erősebb is. A keret is jobb, és szerintem itt rend van. A héten meg begyakoroltatja, hogy milyen Csongvai nélkül, és minden jól alakul. Jó, hát még Szabó Leventére visszatérve, mert Tomi is mondta, és én is azon az állásponton vagyok. Egyébként is én mindig rettenetesen túragozottnak érzem ezt az előző klubom ellen futballozok, és akkor nem ünneplek. Tehát, hogy valahogy aki életében játszott, akár kispályán focit, tehát a gólnak az örömét, azt elvenni bármilyen módon, és ezt tudom, ösztönös, hogy egyébként hát ez ösztön. Sokan valóban nem elvárás miatt csinálják, ez egy jó, becsületes vagy becsülendő hozzáállás, hogy tényleg múlt héten még köztetek ültem az öltözőben, vagy 10 éven át a csapat ikonja voltam, sok mindent kaptam, akkor nem kezdek el őrjöngve rohangászni a másik B közép elé. De valahol ezt elvárássá tenni, hogy egy csatár, aki beáll egy meccsen, kvázi eldönti a mérkőzést. Még akár dolgozhatott benne az is egyébként, hogy valóban itt nem kellett, vagy itt nem tudott megegyezni, ebben lehet sok mindenki hibás, ne menjünk bele. Nem éreztem vészesnek ezt a dolgot, viszont nagyon sajnálom, hogy ő most nem Vidi színekbe rúgta ezt a két gólt, mert azért egy Fradit akkor az ő gól... Akkor 2-2 lett volna. Igen, milyen jó lett volna. Egyet visszaadhatott volna Gergényinek. Egy Fradit azért az ő góljával vertünk az Üllői úton, ami mostanában nem mindennapos történés. Kodró mellett rendre azért becsülettel elvégezte azt a mezőnymunkát. Hát őszintén remélem, hogy nem fogjuk visszasírni majd olyan értelemben, hogy mondjuk a center gólok elkezdenek hiányozni a Vidiből. Hát elsődlegesen valószínűleg Szabó Levi a gólnak örült. Tehát mind a kettőnek egyenként nem annak örült, hogy a Fehérvár ellen rúgta, én abban a pillanatban biztos vagyok benne, hanem annak, hogy egy új csapatba került, ott tudott bizonyítani, és lőtt ki gólt. Ennyi lehetett benne. Én ne felejtsük el, hogy most ő a Diós Győrnek dolgozik. Tehát, hogy ő ennek a csapatnak, és mondom még egyszer, nem kezdte el csókolgatni, meg nem rázta az öklét, nem, a Fehérvári persze, meg nem igen. Rohant ki és üvöltött bele Bartos Zselák arcába, mert ezekről ugye mind láttunk példát, akár itthon, akár külföldön az elmúlt 15-20 évben. Ő jelenleg a Diós Győr játékosa, neki jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy a Diós Győrben jó teljesítmény nyújtson, és a Diós Győr jó szerepeljen. Hát igen, valóban. És nyilván a Diós Győri szurkolók vennék rossz néve, mint a fehérváriak Zivzi Vadzétól, ugye, hogy oda sétált az újpesti B középhez kicsit ünnepelni, de a Vidi játékosaként. Többek között, igen. Salói Pista mondott erről egy nagyszerűt, hogy Betár Jeruzsálemnek volt az ikonja, és egyre kevesebbet játszott, de még akart az élvonalba, és a Herzliába került. És játszottak a Betár ellen Jeruzsálembe, és a Salói góljába 2-2 lett, és azt mondta, hogy olyan örömet hajtott ott végre, és nem akadtak ki, mert ikon volt már, és azt mondta, hogy ez egy színjáték. Miért ne örülhetnék a gólomnak? Én nagyon fontos, itt dolgozom, innen kapom a fizetést, előtte a másik csapatjátékosa voltam, de ő is csak kiment, és gyakorlatilag a hazai drukkörek között ünnepelt, nem volt belőle semmi probléma. Valószínűleg kellett az a 10 év, amit ott eltöltött, nagyon nagy sikerek közepette, de azt mondta a Salesz, hogy akkor igazából tök fölösleges, hogy
bevillan az agyadon, hogy hú, hát én innen jöttem, azt mi ezzel nem szabad foglalkozni. Gólt lőttem, fontos gólt, hadd örüljek. Tehát vannak ilyen vetületei is ennek a dolognak. Jó, hát minden esetre meglátjuk a következő fordulóban, hogy valóban tovább lép ezen a vidő. Érdekes lesz, az Újpesttel játszik a két csapat, ebben a fordulóban kapott összesen 9 gólt. Úgyhogy ez egy olyan párosítás lesz, hogy már most borítékolhatjuk, hogy mind a két csapat előre lép majd, mert valószínűleg, ha nem is nyer, de nem fog ennyit kapni. Mi pedig akkor a hátralévő mintegy 10 percben, vagy legalábbis annak egy részében beszélünk egy kicsit kosárlabdáról, aminek ugye most nem volt bajnoki fordulója, mert ugye a magyar válogatott játszott két EB selejtező mérkőzést. Van azért fehérvári vonatkozás, hiszen ugye ott van a válogatottban Vojvoda Dávid, meg volt fehérvári játékosok is. Egy kicsit talán túl kritikus lesz, ha azt mondom, de ilyen feldobom a labdát, hogy elnézve ezt a válogatottat, és azt, hogy milyen kilátásai vannak mondjuk generációs szempontból a magyar férfi kosárlabda válogatottnak, nekem nem az fáj, hogy most kikapott két meccsen, egyébként előzőleg ugye kijutottunk az EB-kre, tehát lehet mondani, hogy még felül is teljesített a csapat, de nagyon azt látom, hogy a kosárlabdában lesznek a legnagyobb gondjaink a közeljövőben, és hogy azok a körülmények, amik a magyar sportban most majdnem minden sportágat beleértve ugye paradicsomiak, vagy ideálisnak mondhatók, ezek talán ebben a sportágban hoznak legkevésbé látványos eredményt. A feltörekvő, vagy az újonnan kitűnni látszó generációt tekintve. Tehát most kimondhatjuk, hogyha Vojvoda Dávid, Pell Zoltán, Keller Ákos, ezek a mai kulcsemberek egy-két év múlva mondjuk a válogatottól visszavonulnak, hát őszintén mondom, nem nagyon látom, hogy a magyar válogatottnak, a magyar férfi kosárlabdának milyen reményei lehetnek, mert nem dörömbölnek a magyar bajnokságban sem, meg a korosztályos válogatottakban sem a tehetséges utódok. Hát ilyenkor kell föltenni azt a kérdést, hogy kell-e az, hogy mondjuk a magyar kosárlabda válogatott ott legyen az EB-n. Persze kell, meg örülünk, meg szurkolunk. Szerintem nem de ez hogy, a legfontosabb. De hogy azért mondom, hogy nyilván ez egy 10 milliós ország, nem egy 80-100 milliós, tehát itt nem tudod azt megcsinálni, hogy minden csapatsportágban azt a szintet hozd, hogy ott legyél mindig a soros. Hát szívesen hoznám Izlandot ellen példaként, a maga 300 ezeres népességével, amelyik éppen minket vett meg kosárlabdában és kézilabdában, fociban is komoly sikereket ért el az elmúlt mondjuk 10 évben. Tehát lehetséges azért kisebb bázisból is jót építeni. Azért mondom, hogy de nekünk meg nem más, ez egy egészen más közeg, mint a skandináv. Sőt, mi még más közeg vagyunk, mint a szerb, vagy a horvát szerintem. Tehát, hogy és egyébként valóban kilátástalan szerintem azt elnézve, ezt veti fel bennem, hogy akár a kézilabdában szintén sokat kritizáljuk, hogy már nem nyerünk olimpiai döntőt, vagy nem kerülünk be, meg nem nyerünk VB döntőt, vagy EB döntőt női vonalon. A fiúk most ugye egész szépen és váratlanul jót nyújtottak a világbajnokságon. De ott is azért korosztályos csapataink nyernek. A női kosárlabdában egyébként olimpiára jutott ki gyakorlatilag egy pont hiány a válogatott, és korosztályos szintén kontinens tornákon villognak. Férfi kosárlabda, és nem tudom, hogy ez azért van, mert tényleg ez egy genetikailag meghatározott sport, itt azért nehéz jó játékos kinevelni, hogyha nem nő meg valaki két méteresre. Mekkora a konkurencia harc, hát ezért ne felejtsük el, ez a kosárlabda, azért a labdajátékok között a top, tehát a foci után a top népszerűség. Jó, de nem is azt várom, hogy Euróliga győztes vagy döntős hát csapat legyen, hát nem, mint ahogy női kosárban van, hanem hogy jöjjön ki az a 10 játékos, akire most rámutatok a magyar mezőnyben, hogy Vojvodáik után ők majd szintén harcolni tudnak mondjuk egy EB kijutásért. Az elmúlt hetekben valóban nem könnyítették meg a csapatok az új vezérkar dolgát, tehát Szalai Ferenccel kétszer voltunk EB-n a nőkkel, férfiak szintén kétszer EB-n. Hozzáteszem, a 16-ról 24-re emelése mezőnynek azért ez ebbe is könnyített, mint ahogy a futball kapcsán, de az biztos, hogy olyan érzésem volt a nők esetében is Sopronban, hogy négyen ültek a padon, a szövetségkapitány mellett még hárman, hogy egy ötlet nem jött, amivel kicsit megfordították volna azt a negatív sodrást. Most meg ez az izlandi mérkőzés, mondjuk Las Palmason is van izlandi irányító, de én nem éreztem őket ennyire erősnek, és aztán olyan érzésem volt, hogy Gasper Okon jó edző, hiszen bizonyított kétszer nyert bajnokságot, kupát a Falkóval, de ott úgy éreztem, hogy Stojan Ivković rutinja,
az a csibészsége, az a vagánysága egy ilyen kiki szituáció az utolsó egy-két percekben. Ilyen meccset nem nagyon szokott elveszíteni, de az biztos a folytatás roppant nehéz lesz, és főként Hanga Ádám fog nagyon hiányozni, 34 éves, Perzoli is 30, Bolya 34, Keller Ákos 35, tehát tulajdonképpen mondanám, hogy biztos jönnek majd fiatalok, de 8 éven keresztül figyelemmel kísértem a Szent István kupákat. Ami azért nagyon jó lenyomata volt a jelennek, ahonnan nem nagyon jött ki magyar fiatal. Tehát adottak voltak az elődöntősök, döntősök, és a folytatás lesz nagyon nehéz, mert imént említett 4 név, akit mondtam, ők nemzetközi szintű játékosok voltak, játszottak külföldön, Pell azért játszott olasz élvonalban, spanyol élvonalban, olasz élvonalban játszott Vojvoda, Hanga Ádám, európai szintű klasszis, védekezésben különösen, de ők azért akárhogy is leszállóákban vannak, és Perzoli is a magyar bajnokságban remekel, de ezen a meccsen azt a pluszt ő se tudta hozzátenni, ráadásul úgy, hogy az olaszok 4 sztárjátékosa el sem jött. Tehát nagyon nehéz lesz, óriási bravúr kéne a kijutáshoz, és a folytatásban is miután utána ők még 2-3 évvel idősebbek lesznek, közel a 40-hez, nem nagyon látom azt, akik tudnak segíteni a folytatásban. Hát nyilván a válogatottról beszélünk, illetve a magyar férfi kosárlabda nemzetközi kilátásairól, ettől függetlenül ugye a hétvégén folytatódó bajnokságban még nyilván lesz okunk örömre, és reménykedünk is, hogy így lesz, hiszen ugye néhány mérkőzés vált az alapszakaszból, és úgy alakultak az eredmények, hogy az Alba már biztos második, hogyha az összes hátralévő meccsét elveszti, amiben azért reméljük, hogy nem így lesz. Közben a két renitens amerikai ugye házon belül kapott büntetés, most már azt is tudjuk, hogy nem bontott szerződést velük a klub. Érdekes alapá helyzet ez, amikor úgy játszhatsz le 5 meccset, hogy akár el is vesztheted. Nem tudom, felmerül-e a vezetőedzőben, Zubiágában, hogy mondjuk a szűkös keretet esetleg óvva, védve jobban rotáljon, kevesebbet játszassa a kulcsembereket? Biztos, hogy jobban fog rotálni. Tehát ezt jobban is kell szerintem rotálni, mert nyilván akik kevesebbet játszottak, azoknak most lesz lehetőségük több időt a parketten tölteni, ezzel olyan értékes játékpercekhez jutnak, aminek ugye hasznát veheti majd a playoffban. Tehát nyilván ezzel együtt minden meccset meg akarja majd nyerni az Alba, de azt gondolom, hogy lehet, szabad, sőt kell is rotálni. És a magyar légió... Magyar légiósok? Magyar légiósok, igen. Ők más ligában játszanak, tehát kicsit visszakanyarodva még a témára, ugye, hogy hol vannak a magyarok, hol vannak a feltörekvő tehetségek, amikor az Albáról beszélünk, akkor azért ott mindig a légiósok nevei kerülnek elő, ugye Vojvoda mellett. Általában mindig azt mondjuk, hogy ő volt a jó, de kevés magyar nevet mondunk, és ez is a baj, és ez az 5 mérkőzés. Jó lesz arra esetleg, hogy a magyarokat tényleg a vezetőedző majd egy kicsit bedobja a mély vízbe. És akkor, ha jó teljesítményt nyújtanak, akkor már az ő nevüket halljuk, és talán ezzel ők is nagyobb önbizalmat nyernek. Minden esetre ez is egy érdekes kérdés, hogy ugye azok a csapatok, amelyekkel például most hétvégén rögtön a Pakssal játszik az Alba, azok mennyire fognak ezzel élni, vagy mennyire reménykednek benne, hiszen itt olyan csapatokról van szó, amelyek pedig még kaparnak a 8 közé jutásért, vagy a playoffba jutásért. De hát az Alba meg például a Kaposvárnak adta azt az előnyt, hogy 2 játékosa ugye hiányzott mondjuk így arról a találkozóról. Na jó, meglátjuk. Köszönöm szépen, Vak is ezt mondta. Itt voltatok. 2,5 perc maradt elvileg a nettó műsoridőnkből. Semmi liga kupa, vagy valami? Vagy Manchester United? Köszönjük meg akarom adni az esélyt a jelenlévő United szurkolóknak, hogy megkérdezem, mit szóltatok a Liverpool ifi játékosokkal elért liga kupa győzelméhez. Azok kik? Tibi, téged kikemelt utólag az adásból. Én nagyon szurkoltam a Liverpoolnak. Főleg, amikor már tényleg a fele csapat ilyen ifiből fölkerült játékosok voltak. Hát szerintem nyilván a legtöbb magyar Szoboszlai miatt leült meg. Vagy hát megvan az első trófeájáról Dominiknek, hiszen ő gólokkal vette ki részt azért. Ja, imádtam, nem is játszott. Érdekes, hogy... Tehát a West Hamnek se lőtt gólt ugye, előtt a sorozatban. Tehát egy... Hát ez az óriási gólját a Leicesternek, ugye a Liga kupában lőtt. De West Ham is azt hiszem, hogy Igen, ott meg fejjel volt eredményes. Igen, tehát a Dominiknek azért gratulálunk innen is, hiszen ez az első trófeája. Érdekes, hogy mennyire gladiátorok azért heti 3 meccs, és a csapatot Izland ellen Dominik kirúgta válogatottat az EB-re, a csípő problémái, mert nem tudott ott lenni. Most hozzátett aktívan 2 gól, 1 gólpassz az idáig vezető úton, nem tudott ott lenni. Biztos, hogy szörnyen éli meg egyébként, tehát azért a Wembley-be az első trófea Angliában, németeknél nyert 2-t, osztrákoknál 3-at. Tehát szörnyű ilyenkor, hogy tényleg ott vagy,
fönnülsz a gépen, nálad is van a trófea, az edző kvázi elsőként megy oda hozzá, de mégis nem vagy ott a pályán. Tehát ez ilyen szörnyű érzés. Amikor visszagondol majd a karrierére, biztos úgy gondolja, hogy mennyire pekes voltam, és nyilván ezek a momentumok nem felettetik a rengeteg sikert, meg a nagyszerű élményeket, de biztos, hogy nem egyszerű ezt a kis padról végig. Hát állítólag azért veszekedett, vagy vitatkozott az orvosokkal, hogy hagyják őt játszani, de nyilván a Liga Kupa az ebben a bajnoki Európa Liga FA Kupa menetelésben a negyedik helyen szerepel, még akkor is, hogyha egy döntő, és hát bízunk benne, hogy azért megadatik a Dominiknek az, hogy idén még nyerjen trófeát, és a válogatóban is bepótolja, és a válogatóban is. Az EB élményeket, így van. Ezért is szurkolunk, és erről is fogunk majd még nyilván beszélni a jövőben sokat. Köszönöm szépen a mai vendégeskedést és szakértő véleményeket. Tomi, nem mondtál hülyeségeket, Szilárd. Köszönöm szépen. Szilárd, tessem, nagyon jó voltál. A Laci volt a legjobb. Csak a tények. Mi így folytatjuk adáson kívül. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.